Az Idegenvezetők Világnapja alkalmából az Újvidéki Idegenvezetők Egyesülete ingyenes túrákat szervezett a Péterváradi Várban és Újvidék központjában. A város nevezetességeit láthatták az érdeklődők. Nagy érdeklődés övezte ezeket az eseményeket, ami a hátam mögött is látható. A Péterváradi vár építését osztrákok rendelték el. A munkálatok 88 évig tartottak. Az erődítmény a törökök elleni védelmet biztosította, hisz az Oszmán Birodalom határai a közelben húzódtak. A vár kiállta az idők próbáit. A turisták kedvelt kirándulási helye lett, hiszen innen csodálatos a kilátás Újvidékre. Második alkalommal vettünk részt a túrán. Nagy élmény volt számunkra, a látvány fantasztikus, és sikerült olyan dolgokat hallanunk, amiről eddig nem tudtunk. Azt hiszem, hogy amatőrnek, aki így nem ismeri a város történetét, és akkor eljön ezt így megnézni, annak jó, mert kedves, meg szép, meg oké. Csak az adatok zenepontatlan. Első alkalommal látogattam ki ide, nekem nagyon tetszik, ahogyan az idegenvezető bemutatja a vár történetét. Biztos vagyok benne, hogy a külföldieket is lenyűgözi majd. Az idegenvezetők feladata nem egyszerű, hiszen mindig naprakésznek kell lenniük. Igaz, hogy az épületek és a történelmi tények már nem változnak, de mindig felbukkan egy-két új történet, ami érdekes lehet a látogatóknak. Az idegenvezetők világnapját már évről évre két ingyenes túrával ünnepeljük. Az egyik a város központi magját mutatja be, míg a másik a vár történetét tárja a látogatók elé. Minden évben egyre többen vesznek részt a körsétákon, az időjárástól függetlenül. Az építés alkalmával a falba macskákat falasztak be, ezt azzal magyarázták, hogy a macskának 9 élete van, és ennek köszönhetően a vár is ellenáll majd az idő vasfogának.